napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvarra vagyok, és Verzecsa! Hát igen, mint azt halljátok, a torkom nincs legjobb állapotban, ezért is nem vettem fel a legutóbbi 3 hétbe, de viszont ez nektek nem tűnt föl, mert okosan elhelyeztem a videóimat. Ugye milyen jó vagyok? Na de, viszont mielőtt megkezdenénk ezt a részt, van egy pár dolog, amit meg szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy az utóbbi 3 hétben ugyebár nem tudtam felvenni, mert ezért. És hát a következő hetekben elég el leszek havazva, szóval lehet, hogy egy kicsit homogenizálódni fog a csatorna tartalma. Értem ez alatt az, hogy lesz még kb. 3-4 Európa Barbarorum. Annyi motászpészről, amit most felveszek per pillanat. És azon kívül egy rakott Európa Universalis 4. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy amint emlékeztek, befejeződött a Crusader Kings 2 a... Hát nekem tegnap, nektek valószínűleg 3-4 napja. És őszintén nem tudom még, hogy mi jön ennek a helyére. Valószínűleg egy másik Crusader Kings 2 sorozat egy moddal. Jelenleg gondolkozok egy a Project Balance, a CK2 Plus és a Game of Thrones mod között. Még eldöntöm igazából, főként technikai okai vannak a dolognak, mert kicsit gyenge a processzorom és nem igazán bírja a Project Balance-et. Mit akartam még mondani? Ezért nem kérem betegen fölvennem? Ó, igen. Rakkonnal lehetséges, hogy hamarosan újra fogunk csinálni valami értelmeset. Tudom, újdonság. Jelenleg főként 3 sorozat között gondolkodunk. 4 sorozat között gondolkodunk. Még nem tudjuk, hogy melyik, de egyébként valószínűleg nem fog elkezdődni január végéig. Na de, most így ez megvan, vágjunk is bele a matálkodásba. A legutóbb, ha jól emlékszem, kirepültünk az Eve-re. És azt mondtam, hogy bele fogunk repülni a Joel-be egy szondával, viszont ezt nem fogjuk megtenni, főként... Hát azért, mert még nincs egy műszerünk. Itt fogjuk megkapni a barométert, ami nem árt, hogyha egy gázúriásba megyünk. És itt fogjuk megkapni a gravioli detektort, ami a gravitációt méri. Ez pedig két eléggé fontos kis műszer. Úgyhogy ma valami más fogunk csinálni. Megpróbálunk leszállni a Dunára. Nos, ennek a művelnek két lépés lesz. Az egyik az, hogy kijutatunk egy űrhajót a Duna köré, ami ott fog röpködni, és üresen lényegében. És azzal fogunk visszajönni. A másik pedig az, hogy kijutatjuk a tényleges leszálló és felszálló dolgot, majd azzal felszállunk a Dunáról, és randevúzunk az ott keringő visszajövő járművünkkel. Úgyhogy, vágjunk is bele! Oké, ezzel fogunk visszajönni, lényegében két nukleáris aszparagusz. Hát fogjuk rá, ugye ezt így középen nem kettőztem meg. Na de, most építsünk valamit, ami ezt kijutatja az űrbe. Ó, és még mielőtt elfelejteném, rakunk rá egy szondafejet. Szondafej? Nem. Hol van a jobbik szondafejem? Nem állokoltam egy ilyen nagy laposat? Ezek szerint nem. Akkor kedves szonda ide fog jönni, mondjuk úgy, tökéletes. Másleg, nem tudom feltűnt, de ezzel nincsen igazán műszerek. Ez azért van, mert az összes adatot, amit tudtunk, visszaküldtünk már a legutóbb. Úgyhogy ezzel csak az EVA jelentést és a crew reportot, nem. Az EVA jelentést és a mintákat fogjuk visszahozni, meg a crew reportot az űrből. Úgyhogy, na, most már tényleg építsünk valamit, ami ezt kijutatja innen. És lefagytunk, amikor már éppen majdnem megépítettem a komplet űrhajót. A fenébe! Egy pillanat. Oké, lényegében raktam rá egy egyszerű mainsail aszparaguszt, úgyhogy... rakjuk ki Jebedá... Nem volt meg ő múltkor megint? Mindegy, kirakjuk Jebedáját. Vajon elmentettem ezt mind mainsail aszparaguszt? Nem vagyok benne teljesen biztos, mert valamilyen nem volt elment az iszer, úgy emlékeztem, hogy a múltkor elmentettem, de ezek szerint nem. Jep, írt felül. Hozzuk vissza. Azt nem értem, hogy azok a rögzítő darabok, amiket ide raktam a kezdet a kettő között, miért tűnnek le, amikor ugyanerre az űrhajórakon vissza, amin eredetileg voltak. Ezekre gondolok itt. Na mindegy. Hát, ezek itt rendben vannak, azok ott rendben vannak. Lássuk, hogy ezzel milyen messzire jutunk. Pömpör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 öm
Jebediah. Mindegy, ez úgy is fel fog robbanni, szóval... Ezek szerint nem. Remélem, hogy nem leszek egyetlen kidobni Jebediah a felső űrből. Mit elhúz a hajó?
Valamitől húz, és nem tudom, hogy mitől pedig, mert szimmetrikus. Szerintem egy kicsit túl gyorsan fogyunk ki az üzemanyagból. Hát, mindjárt meglátjuk. Oké, azt hiszem, hogy az elején egy kicsit túl sok gázt adtam és elpazaroltam egy rakás üzemanyagot, de elkezdjük a fordulásunkat. 5 szegény csövedelje tényleg ki kell dobnom a felső űrben. Hát, pedig itt minden rendben vagy. Hát akkor csövedelje készülj arra, hogy kidobunk. Na, szólok, hogy történik valami megint. Bye-bye, utolsó aszparagusz. Na, ez is stabil? Ez is stabil. Pedig ezek általában ilyenkor rögtön elkezdenek rezegni és aztán felrobbannak. Na mindegy, lássuk, hogy ezzel mekkora sebességet érjünk el. Igazából az egyetlen probléma, hogy egy kicsit lassan megyünk szerintem ahhoz, hogy ez egyedül fölvigye minket, de nem, úgy tűnik megy neki. Na, majd meglátjuk. Van egy 100.000 méteres apoapszisunk. Pedig úgy terveztem, hogy ez nem fog működni őszintén szólva. Azt hittem, hogy ez még hozzá kell csapnom egy kupac szilárdhajtóanyagot és úgy felvinnem. Hát a mennyszél egy kicsit erősebb, mint a skipper, amit eddig használtunk. Na. Most fordulunk. És égetünk. És ezután nem felejtettem el RCS-t rakni a hajóra. Ó, és még mielőtt elfelejteném, kinyitjuk a napelemeket. Amiket megint elfelejtettem csoportba rakni. De fuck? Úgy tűnik, egy kicsit túl sok gázt adtam vele. Na mindegy, próbáljuk meg ezt még egyszer. Oké, raktam az űrhajóra egy pár ilyen szárnyszerű kinövést, amik segíteni fognak az elején, amikor össze-vissza billeg. Meg raktam rá még egy kobasz űrragasztó szalagot, úgyhogy próbáljuk meg ezt még egyszer. És megint öltünk. De legalább van hozzá jó lívzelénk. Na. Pedig kidobtam a csebedáját egy pillanat. És kinn is maradsz! Na. Lássuk, hogy most tényleg kimarad-e. Mi az, hogy van beacon control, van rajta egy szondafej, nem? Ugye van rajta szondafej, és az nem a... és az nem törlődött, amikor lefagyott. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de törlődött a szondafej. Ej, de jó. Akkor rakhatom rá vissza ezt is. És töltünk. És töltünk. Szóval, viszont nincs ilyen nagy lapos szonda fejünk, rakunk egy kicsit az ejtőernyő és a pot közé. Úgy. Valami, amit esetleg elfelejtettem volna, és az előbb nem jutott eszembe, azt hiszem nem. Most már tényleg kilövünk. Készüljünk. Készüljünk. Készüljünk tovább. Fuck off. Ugorj! Ezt komolyan túlélted? Ezt most komolyan gondolod? Úgy tűnik Jebediah elpusztíthatatlan. Oké, akkor beállunk ide középre a főhajtómű alá. Úgy, és várjuk a kilövést. És semmi baja. Jól van, Jebediah. Te nyertél. Úgy látom, hogy ezt irányban tudom most tartani, és jobban tudom kezelni a sebességet is, mint előbb, mivel nem teljes gázzal indultam, úgyhogy szólok, hogyha van valami. És lesz. Biztos lesz. Első aszparagusz lépcső. És meg is kezdjük a fordulásunkat most. Azt hiszem, egy kicsit több üzemanyagunk van, mint a múltkor, de nem vagyok benne teljesen biztos. Beállunk arra, azért elérjük gyorsan 300 méter per szekundumot. Úgy. És hát szólok, hogyha van valami. Vissza az utolsó aszparagusz lépcső. És köszi, hogy nem csapultál belém, amilyen bekapcsolva felejtettem az SCS-t, szerencsére csak szárnyai voltak azok meg, hogy az űrben nem igazán működnek. Azt hiszem, hogy most kevesebb üzemanyagunk van, de franc se tudja, valamennyi van. Oké, megvan a 100.000 méteres apoapszisunk. Ja, azt hiszem, most kevesebb üzemanyagunk van, mint a múltkor. Na mindegy. Elég lesz az így is szerintem. Ráfordulunk. Gyerünk, fordulj, fordulj, fordulj. Úgy? Ups! Megint leszakadt. Na most mit csináljunk?
És remélhetjük, hogy nagyjából egy helyben, remélhetjük, hogy nagyjából irányba tudjuk tartani a dolgot. És megvárjuk, amíg kifogy. Vagy most leszakadunk. De annak nem lenne értelme, mert rögtön belénk jönne, mert ugye jóval erősebb. Mindjárt kifogy, mindjárt kifogy, mindjárt kifogy. Bum! Kicsit megvárjuk, amíg ezektől eltávolodunk, mert ezek itt eléggé veszélyesek. Oké. Na ez mennyire volt elég? Kis ilyen van egy stabil pályánk, de viszont rögtön el kell kezdenünk égetni. Mennyire is van szükségünk? 2000 méter per szekundum talán? Megint elfejtettem a számokat, amikor szünetet tartottam. Hát kell amennyi kell égetünk, amíg égetünk. Ja igen, és napelemek. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az üzemanyag elég lesz egy oda-vissza útra. Odára elég lesz, de visszára nem vagyok benne biztos. Na mindegy, próbáljuk ki, úgy sincs benne körbe, szóval nem kell mentőakciót szerveznünk, hogyha valamit elcseszek. Opa! Van egy 60 ezer méteres periapszisunk. Kitoljuk 100-ra. Oké. Na most, azt hiszem a Dunára akartunk menni, ugye? Úgy van. Akkor, merre is adunk? Erre? Nem épp ellenkezőleg. Tehát akkor lassítanunk kéne a mozgásunkon. Tehát azt hiszem erre kéne égetnünk. Már én gyorsítanunk, úgy értettem. Ja, oké. Dunát becélozzuk. 3 perces égetés. Szóval örültem volna, hogy erre van egy kis main szélem. Ups, későn kezdtem el. Jól indulunk. Oké, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy ez itt nem lesz elég, úgyhogy mindjárt jövök. Oké, raktam rá egy pár szilárdhajtanyagot, viszont ezek miatt sajnos fel kellett áldoznom a szárnyakat. Na, próbáljuk ki így. Szerintem ez pont elég lesz ahhoz, hogy még a main szélen megjön a szilárd pályán, a stabil pályánk is akár egy kicsit belesegítsünk a transfer égetésbe. Jab. Tudod a gyakorlatot? Uhii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 i
Na jó. Vonulj fedezékbe. Nem tudsz fedezékbe vonulni? Nem. Akkor fuss vissza a megszokott helyedre a hajtóművek alá. Pömpömpröröm. Egyébként ilyenkor látszik, hogy milyen rohadt nagy ez a kilövőállás. Meg úgy kollektívan a rakétáink. Pont középre. Oké, mi váltunk erre. És remélem ez elég lesz. Nagyjából. Oké. Hát jelentkezik, hogyha történik valami érdekes, szerintem Csebedája ezt is túlélted látni a füsttől. Ja, túlélte, ott van. Akkor egy pillanat. Itt vesztegetünk egy kis üzemanyagot, mert nem tudom rögtön lecsatolni az egyik Asparagus lépcsőt, mert még mennek a rakéták. Mi fasz? Mi? Jó, vagy 6-szor nyomtam space-t és ez a következő lépcső volt, de mindegy. Na jó, égessünk tovább. Még egy Asparagus lépcső és mindjárt is kezdünk fordulni. Most. Azt hiszem most több üzemanyagunk van, mert ezek már égettek amikor, a múltkor, amikor elkezdtünk fordulni, viszont nem vagyunk 300 méter per szekundomon közel se. Úgyhogy feltudjuk a sebességet. Bármint a hatolóerőt. Oké. Na. Most viszont várunk. És most fogunk megvárni az utolsó Asparagus lépcsőtől. És most ezzel égetünk. Mondjuk inkább egy ilyen szögbe, mert eléggé alacsony az apoapszisunk. Na, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Oké, ezzel meg vagyunk, meg van 100 000 méterünk, kinyitjuk a napelemeket, amit most muszáj lesz végignéznetek. Gonosz kacaj. Pömpörömpöröröm, napelem nyitogatás. Nem tudom, hogy miért nincs külön egy napelem nyitogatónk a személyzetben. Na mindegy. Kinyitjuk, kinyitjuk. És várunk egy kicsit. Még egy kicsit. Pontosan elég várakozás, oké.
ráfordulunk a menetirányra. Fuck you! Megint leszakadt ez a szardarab. Nem kéne fordulnom, miközben égetek vele, mi? Ó, hogy az a jó büdös. Mi a ja? Hogy az ott elvált tőlünk. Hát, vissza a tűrhajó. Egy pillanat.